lemettem az úszodába, 7 évesen, és magába szippantott az a közeg, és én úszóként is kezdtem a pályafutásomat, tehát több mint 7 évig én úsztam. Majd jött egy hirtelen váltás, egy volt korábbi öttusázónak a tanácsára, Geretta Károlynak hívják, most leszek 28 éves a nyáron, 21 éves sportolok, ha jól emlékszem, akkor eléggé rég mentem el életemben ugye először szodába, 21 évvel ezelőtt. Hát ez az életem, tehát imádom csinálni, szerintem az öttusa az kifejezetten egy olyan sportág, ami szerethető. Számomra egyébként ez a legszebb sport az egész földön, tehát nem is tudnám elképzelni, hogy más csinálnék. Az egész életemet jelenti. Az egész öttusát imádom, tehát nem igazán tudnék kiemelni olyat, hogy akkor most az úszás a legkedvesebb, a lovagás meg a legkevésbé. Én mind az ötöt úgy, hogy szeretem, tehát mind az ösporták megvan a maga szépsége és gyönyörűsége, és azért jó ez az öttusa tényleg, mert ha egy picike kis hiba esetleg becsúszik a vívóterembe, akkor utána lehet korrigálni az úszodában, vagy a lovaspályán, vagy a futópályán, illetve a lőtéren. Nincs olyan, hogy kedvenc, az egészet imádom úgy, ahogy van. Hatan vagyunk ebben a csapatban, tel és tele világbajnokokkal, Európa bajnokokkal, olimpiai helyzetekkel. Nyilván azért ott lebeg ilyenkor az embernek a fejében, hogy hát, hogyha már egy ilyen csapatba bekerültem, az nem véletlen, és hogyha egy ilyen csapatban vagyok benne, hogy ilyen eredményekkel kerültem be, akkor nyilván azért valamit várnak az embertől. Én ebben nevelkedtem az elmúlt tényleg nem is tudom hány évben, hogy a magyar sportoló, illetve a magyar öttusázó az mindig dobogós helyért megy ki az adott világversenyre és olimpiára, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a hagyomány ez meg fog maradni és nem fog megszakítani, hanem tovább viszem ezt is, olimpiai élemmel fogok hazatérni Londonból. 2006-ban volt egy nagyon csúnya lovasbalesetem, egy banális esésről beszélek, most ketté tört a bal lábam, sípcsontom is, meg a szálkapott csontom is. És ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban tényleg, amikor egy hajszál választott el attól, hogy abba adjam az öttusát, akkor az EON már gondolt rám, és akkor valamilyen úton módon bekerültem a támogatottaknak a listájára, úgyhogy hogyha akkor az a támogatást nincs, akkor nem biztos, hogy én most itt állok. Úgyhogy ezúton köszönöm szépen még egyszer. Az EON szurkoló listának azt üzenném, hogy szurkoljanak nekünk, legyenek ott velünk, mert minden egyes buzdítás és minden egyes pozitív gondolat minket megerősít abban, hogy tényleg egyre jobban szerepeljünk a versenyeken. Az EON munkatársainak pedig azt üzenném, hogy tartsa meg őket a Jóisten ugyanaz egészségben, mint amilyenben most vannak, remélhetőleg, és hogy számítunk az ő segítségükre kint Londonban július 27-től augusztus 12-ig.